Az ajtó mellett a földön találták meg a Károlyi kastély egykori cselédsorának egyik lakásában élő asszony holttestét a tűzoltók. A megyei katasztrófavédelem egyenruhásai nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Két fecskendővel és egy vízszállítóval kezdték meg az oltási munkálatokat, az asszony életét azonban nem tudták megmenteni. Kiérkeztünk a helyszínre, akkor már teljesen összeégett testet találtunk, ami nem tudtunk segíteni. A lángokra a szomszédos általános iskola egyik diákja figyelt fel az ablakból, az intézmény igazgatója értesítette a tűzoltóságot. Peredi Erika azt mondja, ő és az iskolások is jól ismerték az asszonyt, Kati néni, ahogy ők hívták, Fehérvár Csulgó egyik emblematikus személyisége volt. Napi kapcsolatban voltunk vele. Voltak olyan évek, voltak olyan nyolcadikosaink, akik ennek a bicikléjére vigyázott. Tehát kimondottan a nyolcadikos fiúk jobban voltak ezzel a nénivel. A tűzoltók a házból kiáramló füst miatt légzőkészülékben végezték munkájukat. Az oltás nehezítette, hogy a tető egy része beszakadt, ezért omlás veszély is fenyegette az egyenruhásokat. Az asszony halálának körülményeit és a tűz keletkezésének okát szakértők vizsgálják.